Szülővárosom mindig is élen járt kultuszom ápolásában és éltetésében. A község lakói közadakozásból már 1862-ben a kiegyezés előtt felállították a világ legelső köztéri szobrát rólam, és márvány táblával megjelölték a szülőházamat. Az évfordulók alkalmával különösen felerősödtek a kultusz ápolási törekvések. Születésem századik évfordulóján gyűjtést szerveztek, és 1927-ben elkészítették az egész alakos szobromat. 1948-ban kiskörösön volt a harc centenáriumi ünnepség sorozatának nyitánya, amire a teljes magyar kormány és a Magyar Írószövetség tagjai külön vonaton érkeztek. Az intézményesült Petőfi emlékezet csak az 1920-as években kezd kiépülni, majd a 30-as évek közepére vált a mindennapok részévé. Ez természetesen nem a véletlen műve, hanem a lokál patriotizmushoz szorosan kötődő folyamat, mely a költő születésének századik évfordulója kapcsán jutott egyre fontosabb pozícióba a község életében. A 20-as években nehéz volt Petőfire emlékezni. Olyan helyeken, ahol eddig már valamilyen emlékművet állítottak a költőnek, csak féltve és félve emlegették a nevét. Így az eltűnés helyszínén a Segesváron állított Köllő Miklós féle Petőfi szobrot is el kellett rejteni a 20-as években. Kiskörösnek ez egy fájdalmas kultusztörténeti pont, hiszen ő is szerette volna, hogyha a Magyarországra menekített Petőfi szobrot kiskörösen állítják fel újra. Természetesen más Petőfihez kötődő városok is harcoltak a szoborért, így miután a kiskörösségeknek már volt egy Petőfi szobra, a Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy kerüljön ez a gyönyörű monumentális szobor inkább Kiskunfélegyházára. A kiskörösséget ez elkeserítette ugyan, de a dacból egy nagy eszme, egy nagy lelkesedés született, elkezdték szervezni az 1927-es Szent Györgyi Istvánféle egész bronz Petőfi szobrot, ami ma is áll a város főterén. Az 1948-as év a forradalom kitörésének volt a századik évfordulója. Azonban a kiépülő kommunista diktatúra igen korán jelezte, hogy Petőfinek és kultuszának kiemelt szerepet szán minden tekintetben. Kiskörös képviselő testülete 1947 augusztusában kapott értesítést arról, hogy a teljes kormány és az író szövetség külön vonaton érkezik a községbe Petőfi Sándor születését ünnepelni, mely a 48-as országos centenáriumi emlékévnyitánya volt. A lebonyolítás megszervezésére alakult a 48-as Petőfi Emlékbizottság. kijelölte az ünnepség és a fogadás helyszínét, a szarvasfogadó színháztermét. Rök Károly kalocsai vállalkozótól pedig megrendelték a centenáriumi 48-as emlékművet. Január 1-én érkezett meg a különvonat az ország legfontosabb közéleti személyiségeivel. Tildi Zoltán köztársasági elnök és felesége. Díny és Lajos miniszterelnök, Rákosi Mátyás és felesége, Révai József, Szakasi Csárpád, Nagy Imre, Kádár János, Darvas József, Veres Péter, Rónai Sándor és mintegy 400 fő a művészeti, tudományos és gazdasági elitből. A zászlókkal díszített Kossuth Lajos utcán vonult végig a díszmenet a Petőfi szülőházhoz, nevüket pedig beírták az új látogatókönyvbe. A koszorúk elhelyezése után a városháza mellett felállított centenáriumi emlékművet avatták fel. Innen vonultak a Szarvasba, ahol a színházteremben folytatódott az ünneplés, már az új idők szellemében. Petőfit s a szabadságharcot jöttek, ezt mondják, az urak kiskörösen megünnepelni, s nem ünneplik csak magukat. A költőről most bizonygatja Réva jött benne a zsúfolt teremben, hogy se nem kis gazda, se nem szocdem, de komcsi volt. Még kint a nagy előcsarnokban csak néhányan ülünk, hideg szél jár, ávósok sündörögnek, és szárazak a szendvicsek. Az ünnepségem fellépett Gobbi Hilda, Somlai Artúr és Major Tamás is. Révai József terjedelmes beszédben mutatta be az új rendszer logikájával Petőfi érdemeit. A szózat eléneklése után a fákjás menet visszaindult a pályaudvarra, ahol a díszküldöttség felszállt a különvonatra, és elindult vissza Budapestre. Március 15-én fákjás küldöttek vitték Petőfi láng lelkét kiskörösről a budapesti országos ünnepségre.